egy pár jó tanácsot szeretettel hadd mondjak, állj a másik oldalra, légy olyan kedves. Jó, idő, akkor most vetkőz, akkor egyszerűen nem f***kod, és segítünk vetkőzni, gyere. Másik, ne siessél, mert ez ő tartalék, jó kezed. Jó, így bizony, a cuccokat azokat add ide, és akkor, ahogy mondtam, közben vetkőz, célirányba úszol, nézed azt a partot, valószínűleg nem ott tudsz kikötni, ott is azt nézed, érted? Mert akkor nagy energiát ad, jó? A fakuszot hallgassál, mint a vízbe is belehagysod, a halak majd megeszik, jó? Így bizony, búvárok, ti meg ügyesek vagytok, nem? Így van. Jó, legutoljára a... Jó, úgy bizony, ad ide. Nadrágocska. Idegesített ott már a Gyuri, tehát nem akarom őt megsérteni, de ott már én csak magammal voltam elfoglalva, igazából bárki bármit mondhatott volna. Jó, akkor én azt mondom neked, hogy elkészülni, vigyázz, rajt, mehetsz, jó? Indulj! Papucsot hagyd kint most már! Gyere! Papucsot hagyd kint, jó? Rendben van? Így, bizony! És a mentőcsónak mellette legyen, jó? És nagy levegő, a mentőcsónak jöjjön mellé, és a búvárok is! Jó? Így bizony, ügyesen, szeretettel nem fog neki menni valószínűleg, mert ez a... Nem, ez nem gyere, fog neki. Ne hülyeskedj már, nem kell. Ez nagyon nagy teljesítés, hát ez nem kell. Nem fog, hát ezt én tudtam, hogy ez egy nagyon kemény dolog. Nem tudom visszaadni, de egyfajta légszomj és egyfajta olyan görcsösség került rám, amivel nem tudtam mit kezdeni, tehát éreztem azt, hogy nem maradhatok itt, ki kell mennem. De lehet, hogy mégis nem kivegy, hát az... Szegény. Nem, hát nem tudjuk. Jó, gyermekeim, vigyázzatok, és az orvos is, hol az orvos? Készenlétben van, az nagyon helyes. Úgy bizony. Jó van, nagy. Ez úgy tűnik, nem fog most már sikerülni, mert ilyenkor ő már minden hőtartalékot elveszített. Hát ez nem fog sikerülni, ilyenkor ez már nem úgy működik.